Múlt héten már több esetben észlelhette a vásárhelyi lakosság különböző robbanások hangját, holnap pedig újabb detonációk várhatóak a helyi laktanya irányából. Pánikra semmi ok, mindez egy kéthetes robbantás vezetői tanfolyammal van összefüggésben, amelyet az ország specialistáinak tartanak a Zrínyi laktanyában. A Magyar Honvédségen belül kiemelten veszélyes feladatnak minősül a különböző típusú robbantások elvégzése. Annak érdekében, hogy ezek minél biztonságosabban és magasabb szakmai színvonalon kerüljenek végrehajtásra, kiképzéssel egybekötött tanfolyamot tartanak azon katonák számára, akik később ezeket a foglalkozásokat vezetni fogják kijelölt laktanyájukban. Ilyen tanfolyam a jelenleg is hormezővásányra zajló robbantásvetők felkészítése. A tanfolyam a múlt hét elején kezdődött, mint egy kettő hét időtartamok elő végrehajtásra a tanfolyam résztvevői mind elméleti, mind gyakorlati felkészítést kapnak a robbantási alapismeretekből, a robbantás foglalkozásoknak a szervezési, tervezési és a későbbiben a végrehajtási feladataiból. A gyakorlatok során fokozott hanghatással kell számolni, vagyis a lakosság holnap az rényi laktanya irányából ismét hangos robbanásokat hallhat reggel 8 órától délután 3 óráig. A műveletek szerdán a Sándor falvilőtéren folytatódnak hasonló körülmények között. Az ország valamennyi laktanyájából érkező szakemberek számára a következő tanfolyamot február 29-e és március 11-e között tartják, ami szintén robbantásokkal jár, ami akkor is jól hallható lesz majd a város több pontján is.